31-38%-os nedvesség tartalom. Vagyunk egy gyönyörű szép csernozom szelvényben, és most érkeztünk el oda, hogy el is tudjuk kezdeni leírni a szelvényt. Az előbb már átnéztük, gyönyörű szép szerkezete van az eketalp alatt, majdnem egészen végig a szelvényben 31-38%-os nedvesség tartalom van, pedig ugye augusztus van, legnagyobb asztály kellős közepén ástak itt nekünk a fiúk egy nagyon szép szelvényt, és akkor nézzük is meg kicsit részletesebben. Hajdúszováton vagyunk, a Kösejtől és a keleti főcsatornától nem messze, keletre kb. 100 méterre, viszont maga a szelvény egy magasabb térszínen található, nem található benne semmilyen vízhatásra utaló jel, és a szerves szintje pedig gyakorlatilag 60 cm mély, egyáltalán nem szántották már 3 éve, és most búza volt rajta, úgyhogy egy búzatarlót vizsgálunk éppen. Na, a felső 10 centién látszik, hogy meg volt tárcsázva. Ennek a szerkezete egészen nagy, rögös, szármaradványos, a színe az múzáskála szerint 3/2-es, még ez is nedves, nagyon szép vályog fizikai féleségű anyagról beszélünk. Mészsel megcsepegtetve azt láttuk, hogy körülbelül félkeresztes pezsgés van benne, ami egy csernozom talajhoz teljesen normális, tehát látszik, hogy a tetején jóval nagyobb a talajélet és a biológiai aktivitás, hogy itt a méztartalom az el is kezdett lejjebb menni. 10-15 centi alatt itt nyilván az átmenet hullámos a tárcsázás miatt. Itt elérkezünk az eketalphoz. Az eketalp az már 3 éve, mivel szántatlan, nagyon szépen elkezdett szétesni. A rengeteg gyökér átnyomta már magát rajta, és elkezdtek ezek a nagy rögös szerkezeti elemek lazulni. És itt lehet is látni, hogy ilyen apróbb, de még mindig poliéderes szerkezet van. Ezekről készítettünk külön fényképet, érdemes megnézni. Nagyon-nagyon szépen látszik, hogy az eketalp az kezd feltöredezni, és egyre inkább átjárhatóvá válik. Az eketalp színe az lényegesen sötétebb, mint a felette lévő tárcsázat szintnek a színe. Ugye mindig, hogyha forgatjuk, mozgatjuk a talajt, akkor a benne lévő szerves anyag el tud oxidálódni, és ez okozza a felső szinteknek a fakulását. Az eketalp alá érve a talaj az még sötétebb, múzeumskála szerint 2/10-2/2-es. Nagyon szép gyökérfüggönyt látunk itt. Gyenge humuszhártyái vannak itt ennek a szintnek, gyönyörű, szép szemcsés, morzsás talajszerkezete van, eredeti biogén, nagyon szép bekeveréssel tart 30 és 60 centi között, ez a humuszos álszint, még nedves, ez már egy keresztesen bezsengít, hogy maga az eketalp is, ennek a fizikai félesége is még vályog, és 60 centi alatt megérkezünk az átmeneti szintbe, a B szintjébe ennek a talajnak. A fizikai félesége még mindig vályog, de érezni lehet, hogy elkezd homokosodni, megjelennek benne a mészerek, és itt, ahogy megnézzük a talajt, lehet látni, hogy ilyen barnás, feketés bekeverések vannak benne, hogy ezt a nagy talajélet okozza, mindenféle talajlakó állatok, akik itt átjárnak benne, azok összekeverik és felhozzák a talajképző anyagot a szerves szintbe, és ez a szép, hosszú, mély átmeneti szint a csernozom talajok egyik jellemző sajátja. Ez van 60 és 80 centi között, a fizikai féleség az most már homokos vályog, ugye alulról, ahogy kicsit feljön a talajképző kőzet, úgy változik a textúra is. 80 centi alatt még mindig az átmeneti színben vagyunk, itt is már egyre barnább, a szerves anyag tartalom csökken, még mindig mészeres, ugyanúgy, ahogy a 60-80, ugye 80-100 centi között lévő átmeneti szintünk is háromkeresztesen pezseg, nagyon nagy méztartalma van, lehet látni, hogy a fizikai féleséghez változik, most már nem tiszta vályok, hanem megjelennek benne az iszap és homok, finom homok részek is, áthalmozott lösz adja a talajképző anyagot, és legalul pedig megérkezünk a nagy mézgöbecseket és összetört csigaházakat tartalmazó áthalmozott löszanyagba, ami nagyon szép, iszapos, finom, kenődős anyag,
Itt vannak benne a hatalmas mézgöbecsek, amik azt jelzik, hogy ez egy áthalmozott anyag, ez nem íszító mézgöbecs, hanem magával hozta a kösely még annak idején, egy valószínűleg egy másik elpusztított talajból, és amikor ide lepakolta, akkor kerültek ide, és ez a szép mállott löszanyag adja csernozom alapanyagát, szintén háromkeresztesen pezseg, díszhatáson utoló jelet egyáltalán nem látunk benne, és mintázni pedig minden szintet meg fogunk mintázni, elviszük a talajokat laborba, és megnézzük, hogy néhány hónap múlva, vagy néhány hét múlva, hogy mit is tartogat nekünk a labor.